Hunyadi Márk elnökletével új sportegyesület alakult városunkban. A Kiskörösi Kézilabda Sportegyesület fő célkitűzése, hogy a kézilabda utánpótlás minél nagyobb bázissal rendelkezzen a városban. Ez a fő célunk, hogy az utánpótlásból tudjunk majd meríteni. Az idei évre, és hogyha meg kicsit előre szaladhatok, ami a követ előttünk álló évre azt tervezzük, hogy több utánpótlás csapatunk is lesz, főleg az alsóbb korosztályokban, szeretnénk már a kisiskolás bajnokságokban is, egészen U8-U10 között egy olyan korosztályt találni, akikkel már Dózsa Tamás kollégám tud esetleg foglalkozni, valamint én az U12-es és U13-as csapattal fogok részt venni, akár csak tavaly a nemzeti bajnokságban, ahol a korosztályunknak megfelelően régiókra van osztva a bajnokság, és ott fogunk, ha minden igaz, versenyezni. A cél az, hogy az utánpótlásban nevelkedett játékosok biztos alapot jelentsenek a későbbiekben a felnőtt csapat számára. Akik már közelítenek a felnőtthöz, ők az U16-os korosztály lesz, tehát egy olyan korosztályunk is lesz, ahol valószínűleg Horváth András edző fog velük dolgozni. Ők már azért közelebb lesznek a felnőtthöz, őket igyekszünk majd a következő néhány évben beépíteni a csapatban. Ha már Andrást megemlítettem, ő is lesz a felnőtt edző. A Tamás Dózsa Tomi pedig ugye a legkisebbekkel fog az általános iskolában foglalkozni. Ezen kívül pedig, hogyha majd szépen gyarapodunk felfelé és növekszik a csapatlétszám, akkor Szabó Tamás is a rendelkezésünkre fog állni ebbe a munkafolyamatban. A Kiskörösi Kézilabda Sportegyesület a Vármegyei Bajnokság első osztályában kíván majd csapatot indítani. Nyilván azért ez nem egy profi csapat, itt a játékosok dolgoznak mellette, akár több munkahelyen is, gyerek van már a képben. Tehát nem tudjuk megtenni azt, hogy minden hétvégén 200-300 kilométereket utazzunk, úgyhogy így ez a megyei szint szerintem nekünk egy kicsit könnyítés lesz, és a srácok is úgy fognak hozzáállni, hogy nem minden hétvégén csalódottan kell hazajönnünk, hanem sikerekben is lesz részünk, és a jövőben pedig az a célunk, és nem is kimondott cél, de hogyha a lehetőségeink adják, amit az utánpótlás tényleg úgy gyarapszik, akkor akár egy felsőbb osztályban is szívesen megmérettetnénk magunkat, hogyha kivívjuk persze ezt a jogot. A tavalyi MB2-es csapatból több játékos folytatja az új egyesületnél, illetve több egykori játékos is újra kiskörösi színekben lép majd pályára. Augusztustól Horváth András vezényletével heti 2-3 edzést tartanak majd a fiúk. Az új egyesület létrejöttét a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Kézilabda Szövetség is örömmel fogadta, és támogatásukról biztosították a klubot.